A magyar és az amerikai nép közös hősére, Fabrici Kovács Mihály huszár ezredesre, a város szülöttére a járványügyi helyzet miatt most rendkívüli módon emlékeznek a róla elnevezett általános iskola és a város vezetői. A magyar és az amerikai nép közös hősére, Fabrici Kovács Mihály huszár ezredesre, a város szülöttére a járványügyi helyzet miatt most rendkívüli módon emlékeztek a róla elnevezett általános iskola és a város vezetői. Kovács Mihály karcak szülötte, az amerikai függetlenségi háború legmagasabb rangot elért magyar katonája volt, és őre emlékezünk ilyenkor május első napjaiban, és azért is aktuális szerintem ez a megemlékezés, mert Kovács Mihály emberi tartása, teljesítménye mindig egy üzenetet hordoz számunkra, mai kunok, mai magyarok számára, hiszen ő egész életét hadseregekben töltötte, fegyelmezett katonaember volt, és a mai világban is látszik az, hogy a fegyelmezettségre szükség van. A magyarság bizonyított az elmúlt hetekben, lassanként már elmondhatjuk azt, hogy a járvány végez fele járunk, remélhetőleg, hiszen amikor fegyelmezetten otthon kellett maradni, amikor meg kellett változtatni a társadalmi érintkezésnek a szabályait, amikor el kellett hagyni olyan dolgokat, mint amikor átölelünk valakit, vagy megfogjuk a kezét, azért, hogy egymás életét megvédjük, hogy ne terjedjen el egy járvány, akkor a magyarság az jelesre vizsgázott. Ennek is köszönhető az, hogy Magyarországon ez a világjárvány sok a kisebb pusztítást végzett, mint amit más országokban láthattunk. Tehát az, hogy betartjuk azokat a normákat, amelyek a közösség érdekében előírtak, hogy oda tudunk egymásra figyelni, hogy fegyelmezettek vagyunk, ez látszik, hogy gyakran életeket mentett. És így volt ez régen, és látszik, hogy így van ma is. Most elmaradtak a szokásos, május 11-én kezdődő Kovács Mihály emléknapok rendezvényei. Csak a Bocskai Lilium utca kereszteződésében egykori szülőháza közelében álló Kovács Mihály emlékkapunál koszorúztak a város, az iskola vezetői és a képviselők. Karcagiak, hogyha valaki olyannal találkozok, aki nem karcagi születésű vagy nem karcagi származású, akkor mindig megjegyzi, hogy a karcagiak számon tartják egymást. Ismerik egymást, hogyha a világon bárhova vetődnek el, akkor a karcagi tudja azt, hogy a másik is karcagi, vagy a szülei karcagiak voltak és karcaginak tartja. És én azt gondolom, hogy azokat a híres, már nem köztünk élő karcagiakat, akik valami nagyot tettek, azokat is számon kell tartani, nem csak a mostaniakat, hanem azokat a karcagiakat, akik a világban nagy dolgokat tettek. És ez adja meg Karcagnak, ennek a térségnek azt az erejét, hogy összetartunk, számon tartjuk egymást, számon tartjuk akkor is, hogyha a világ másik végére vetődtek el, és ott alkottak nagy dolgokat, mint Fabrici Kovács Mihály, hiszen akkor is közülünk indultak, és akkor is közénk tartoznak, hogyha akár Amerikában az óceán túlpartján estek el, vagy ott váltak híressé. Az a huszár virtus, az mindenképpen kell példát mutatni a mostaniaknak, a mostani gyermekeknek. Az a virtus, az az önfeláldozás, az a harci szellem. Én azt gondolom, hogy ne legyen rá soha szükség, de azt gondolom, hogy mindig bennünk van. És a gyerekeknek jó példát kell mutatni azokkal az ősökkel, azokkal a hősökkel, akik előttünk jártak, és a mi szabadságunkért, a mi hazánkért akár vérüket és életüket is áldozták. Mondom, ne legyen erre soha szükség, de lássuk azt, hogy közülünk hősök is kiemelkedtek. Fabrici Kovács Mihály az amerikai függetlenségi háborúban a legmagasabb rangot betöltő magyar katonatiszt hősiesen szolgálta a szabadság eszméjét 1779-ben bekövetkezett haláláig. Az út, amit bejárt Karcagtól Charlestonig, igazán rendkívüli volt, hiszen 16 éves korától több csatában is helytállt. Harcolt az osztrák örökösödési háborúban, majd a porosz hadsereg szolgálatába került. Részt vett a 7 éves háborúban is. Hosszú és kalandos életutat járt be, mielőtt élete talán legfontosabb kihívásával találkozott, és az amerikai függetlenségért vívott háború kiemelkedő katonája hőse lett. Ennek előzményeként 1777-ben felajánlotta segítségét, tudását, tapasztalatát Benjamin Franklinnek, az Egyesült Államok franciaországi megbízottjának és újonnan létrejött államhadseregének. Ahogy Franklinnek írt levelében fogalmazott, semmit sem kívánok olyan hevesen, mint hamar útra kelni, hogy ott, ahol a legnagyobb katonai szükség megköveteli, szakadatlan szolgálatban éljek, halljak. A lengyel Kazimierz Pulawski dandártábornok oldalán az amerikai könnyű lovasság szervezőjeként és a kunokra jellemző elszántsággal, kitartással látta el vállalt feladatát.
Feltartóztatatlanak bizonyult egészen 1779-ig, a Charlestoni ütközetig, de ott is a végsőkig kitartott, ahogy annak idején Franklinnek ígérte. Fabrici Kovács Mihály ezredes emlékét az Amerikai Egyesült Államokban és Karcagon is őrzi a Kovács Mihály Baráti Társaság Egyesület és a róla 1992-ben elnevezett iskola. Az iskolánk 1992-ben vette föl Kovács Mihálynak a nevét, és azóta minden évben az intézmény igyekszik ünnepségsorozattal emlékezni a huszár ezredesre. Az idei évben is így történt volna, ha nem jön közbe a koronavírussal kapcsolatos vészhelyzet. Most rendhagyó módon kerül sor itt a Kovács kapunál a koszorúzásra. Szervezetlen keretek között, akik jelezték részvételi szándékukat, azoknak biztosítottunk itt most lehetőséget, hogy az emlékezés koszorúit elhelyezzék. Most a tanulók jutalmazása is elmarad, és nincs Kovács Mihály hét rendezvény sorozat sem, de ezt mindenképpen szeretnénk majd bepótolni. Ugye mindnyájan látják a városban, hogy a Kovács Mihály tagintézmény felújítási munkálatok alatt áll. Majd, ha ez a felújítás készen van, és az átadó ünnepségre kerül sor, akkor fogjuk ezeket az elmaradásainkat is pótolni. A Kovács Mihály emlékkapunál dr. Fazekas Sándor földügyi kormánybiztos országgyűlési képviselő, a KMBTE elnöke, F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, Gyurcsek János, Karcagváros alpolgármestere és Pánti Ildikó a körzet képviselője, Plósz Csilla és Török Csilla a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vezetői, Györfi Sándor Kossuth Díjas szobrászművész, Jászkun főkapitány, ifjabb Györfi Sándor, a Kovács Mihály Huszár Bandérium tagja, Krappáné Pap Ágnes, a Kovács Mihály tagintézmény nyugalmazott igazgatója, Lacik Dénesné, a Kovácsos Gyermekekért Egyesület elnöke helyezték el az emlékezés koszorúit.